A tavalyi év végén a tartozások miatt több földtulajdonosnak is lefoglalta földjét az adóhivatal, mivel a földművesek hosszú évek óta nem fizették maguk után a nyugdíj és az egészségbiztosítási járulékot. Az évek során a kamat felgyülemlett, az állam 120%-os kamatot számol fel, így a földműveseknek szinte lehetetlenné vált a törlesztés. Az érintett termelők gyűlést szerveztek. Hogy összefogással megpróbáljuk azt elérni, hogy ezt a törvényt, amit nekünk megszabtak, hogy megpróbáljuk valamilyen szinten a mi oldalunkra fordítani, és hogy nekünk is jó legyen, mert attól, hogy valaki egy törvényt meghozza, az nem azt jelenti, hogy az végre is lehet hajtani, mivel tudja mindenki ebbe a mai szegény világba, nagyon nehéz megélni, nem még plusz ekkor hatalmas költséget kifizetni. Lengyel Piroska, két gyermekes édesanyja férjével együtt idény munkából élnek. Számukra nagy megterhelést jelent az összeg kifizetése. 2012-ben februártól november végig volt egy két holdas parcella, ami azután ugye vissza lett íratva, de mink azt hittük, hogy ebben el van rendezve, hogy nem kell fizetnünk a nyugdíjalapot, betegségjegyzőt, de sajnos ez nem így történt, és azóta is kötelesek vagyunk fizetni, mert avval indokolják ezt, hogy abban az időszakban léptünk be ebbe a rendszerbe, amitől kezdve nem lehet kilépni. Tóth Magdolna a munkaközvetítőn keresztül volt biztosítva, állítása szerint erre az időszakra is felszámolták a járulékokat. Nem kérhetnek tőlem nyugdíjalapot, ez ment kamatostú kamatra, mint a mai napig. Tehát én eladtam a földet, és akkor most nincs földem, szerettem volna bemenni a munkaközvetítőbe, kérni családi pótlékot vagy valamit, és nem bírom, mivel a millió dinárt azt ki kell fizetnem. Az összejövetelen jelen volt egy ügyvéd is, aki megpróbált jogi tanácsokat adni, viszont ő sem tudott minden kérdést megválaszolni. Az egybegyűltek megegyeztek abban, hogy egy petícióval fordulnak a mezőgazdasági miniszterhez. Kérdés az, hogy miben maradtunk. Abban maradtunk.